John O'Reilly szerzeménye a Foxborough March hangzott el a Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekarának tolmácsolásában. És most jött el a pillanat, hogy sok szeretettel üdvözöljek minden kedves ismerős, hozzátartozott barátot és a tíz vendégeinket az idősebb Vándor Rudolf fúvószenekar emlékhangversenyén. Köszöntöm a Vándor és Belányi családokat, zenekarunk névadójának hozzátartozóit, Kisteleváros önkormányzati képviselőtestületének tagjait és intézményeinek vezetőit, pedagógusait, a volt fúvószenekari tagokat, valamint az emlékhangversenyen szereplő együtteseket. Az idősebb Vándor Rudolf fúvószenekar 2020. novemberében készült megünnepelni fennállásának 30. évfordulóját. Ez az akkori veszélyhelyzet miatt elmaradt. Egy évvel később, 2021-ben hosszas tervező és szervező munka után 5 nappal a meghirdetett emlékhangverseny előtt, ami a volt fúvószenekarosok találkozója is lett volna, ismét le kellett mondani a rendezvényt. Ekkor született meg az a döntés, hogy az esemény többet nem maradhat el, amint lehetőség nyílik rá, megtartjuk. Ez az alkalom most elérkezett. Jelen van minden fúvószenét szerető ismerős barát és rokon, aki velünk együtt várt a 30 éves jubileumra. És mielőtt elkezdődne a hangverseny, felkérem Domonics János, Kistelekváros alpolgármesterét, köszöntse a megjelenteket. Kívánok én is még egyszer mindenkinek. Szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket ezen a szép napon, a 30. jubileumi idősebb Vándor Rudolf emlékhangversenyen és a volt zenekari tagok találkozóján. Külön tisztelettel köszöntöm Rudi bácsi családját, a Vándor családot és a Barány család minden édes tagját, valamint szeretném köszönteni a mai műsorban fellépőket. Egy kicsit puskázunk kell, ki ne felejtsek valakit, nehogy megsértsem őket. Kérem, köszöntsék vagy tapsan a Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola zenekarát. A Csengelei Ifjúsági Mazsoret csoportot. És természetesen az idősebb Vándor Rudolf fúvószenekar, vendégbarátunkkal, Szilog Zoltán zenekarvezetővel. És végül, de nem utolsó sorban, szeretném megköszönni annak a közel 60 volt fúvószenekari tagnak, aki elfogadta a meghívásunkat a mai napon, és velünk közösen ünnepel. Ez egy nagyon hosszú idő. Biztosan önök is átgondolták már azt, hogy az elmúlt 30 évben milyen sok örömmel, sikerrel és tapasztalattal gazdagodtak. Én 30 évvel ezelőtt pontosan a Pisteki Gimnáziumban érettségiztem, és valamiért nem gondoltam arra, hogy azon a napon megalakult Kisteleken egy fúvószenekar. Ez a fúvószenekar azóta az elmúlt 30 évben a kemény munkájának, a rengeteg fellépés gyakorlásának köszönhetően mára nem csak Kisteleken, nem csak Magyarországon, hanem Európában is ismerté és elismerté vált. Úgyhogy engedjék meg, hogy itt most még egyszer személyesen megköszönjem magam, Nagy Sándor polgármester úr és Kistelekváros önkormányzata nevében azt a az elmúlt 30 év kemény, sikeres munkáját, amit a zenekar Kistelekért és magáért tett, valamint a város hírnevét öregbítette. Sajnos a Covid járvány valóban az elmúlt két évben közben játszott, és nem tudtunk városi rendezvényeket tartani. Nekik is elmaradt szinte minden rendezvényük,
de ahogy látom, most nem csak egyedül vagyok itt a csarnokban, azzal a gondolatom, hogy nagyon vártam ezt a napot, nagyon vártam ezt a fellépést, nagyon vártam, hogy közösen ünnepelhessünk, és ezt az évfordulót közösen emlékezzünk. Úgyhogy még egyszer, Zoli, engedjétek meg, hogy sok sikert kívánjak nektek, még sok 30 évet közösen, sikerekben, és természetesen a család minden tagjának és együttes minden tagjának nagyon jó egészséget szeretnék kívánni. Magunknak pedig, egyes közösségünk jó szórakozást a mai programhoz. A következő percekben két olyan Jakob de Haan darab cserül fel, ami az elmúlt néhány évben vált népszerűvé a kisteleki fúvószenekari életben. Elsőként hallgassák meg Jakob de Haan Something Like című alkotását. Sok évvel ezelőtt, hogy megfelelő utánpótlás biztosítson a városban működő idősebb vándorló fúvószenekarnak. Az általános iskolás korú tanulók munkáját a nagyzenekarban is játszó középiskolás korosztály és a művészeti iskola fúvós tanárai is segítik. Az együttes összeállítása mindig változó,
A fúvószene szeretete és a hagyományok tisztelete azonban érezhetően öröklődött nemzedékeken át. Bélte Kizalán, Balázs Levente és Sejben Maja szülei volt zenekarosok, Szél Barnabás és Kovács Dorottya szülei zenész pedagógusok. Gömöri Virág és Molnár Dániel szülei pedagógusok, akik a mai napig tevékenyen vesznek részt a nagyzenekar munkájában, Bártos Botond pedig Rudi bácsi bédunokája. Ez a zenekar 2019 óta működik, de a pandémia miatt kialakult helyzet miatt összesen még csak 2 szereplésük volt. Ezt hivatott pótolni a következő 2 hónap 3 fellépési lehetősége, ahol fiatalos, lendületes repertoárjukat több ízben is megmutathatják majd a közönségnek. A Fúvor zenekar vezetője Cirok Zoltán, ő vezéli a következő zeneszámot is, Jacob de Haan holland zeneszerző Who Did It című művét. Összeállításánál fontos szempont volt, hogy minél több olyan darab hangozzon el, ami az elmúlt 30 évben a közönség és a zenekari tagok körében is kedvencnek számított. A Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola Fúvós Zenekarának 2 utolsó darabja is sok mindenkiben idéz szép emlékeket. A Füttyös induló következik a Híd a Kváj folyón. Aki ismeri a dallamot, bátran fütyülje együtt a zenekarral. Thank you.
90-es évek közepén vált népszerűvé az akkori zenekarban Jean-Claude Whiskey and Gin című zeneszáma. Ezzel búcsúzik önöktől az utánpótlás kúbor zenekar. Már nem kell bemutatkoznunk, de vendégeink és a közönség soraiban először helyet foglaló kedvéért elmondok egy ismertetőt. Az együttes 1987-ben alakult az akkori zeneiskola növendékeiből, Török György József vezetésével. A 20-25 főből álló zenekar az idők folyamán 40-50 főre bővült. A szokásos helyi protokoll rendezvényeken kívül számos zenekari találkozón, fesztiválon vettek részt, és több versenyen, minősítésen is szerepeltek. A legutóbbi minősítés 2015-ben a 25. alkalommal megrendezett idősebb Vándor Rudolf emlékhangversenyen történt a Bozki Fúvós Zenei Szövetség által, ahol B kategóriában 97 ponttal kiemelt arany minősítést értek el. 2019-ben két nemzetközi versenyen is szerepeltek. Júniusban, Zrenjaninban, Nagybecskereken, a Begely Fest nemzetközi fúvós zenekari versenyen a legtöbb pontszámmal a verseny nagydíját, szeptemberben a Mórahalmi első nemzetközi fúvós zenekari versenyen az elérhető 100 pontból 99 ponttal kiemelt első helyezést érdemeltek ki.
Nevükkel a múlt század közepétől a 70-es évek végéig működő fúvós zenekar vezetőjének, az akkori zenei élet kimagasló egyéniségének tisztelegnek, akinek családja a mai napig a művészeti iskola és az önkormányzat után az egyik fő támogatójuk. Többször jártak külföldön az elmúlt évek folyamán. Többek között eljutottak már Olaszországba, Franciaországba, Dániába, Horvátországba, Vajdaságba, Erdélybe, Lengyelországba. Legutóbb Prágában szerepeltek nagy sikerrel. Ebben a felállásban 10 éve játszanak. Terveik között szerepel minél több magyar és külföldi zenekarral való megismerkedés, esetleges baráti kapcsolatok kiépítése. A zenekar munkáját több zenetanár is segíti, közül Horváth Ágnes és Gömöri Balázs ma vezényelni is fogja az együttest. A zenekar vezetője Cirok Zoltán. A mai emlékhangversenyen több olyan szereplő is színpadra lép, aki igen sokat tett a település fúvós zenei életének a fellendítéséért az elmúlt évtizedekben. Ezek közé tartozik Török György József, aki 1987-ben újjászervezte a fúvós zenekart, és Rudi bácsi hosszú évekig tartó munkássága után lefektette a ma is működő zenekar alapjait. Kedvenc indulói közül most Szuk Mátyás isaszegi indulóját fogja dirigálni. A zenekar élén Török György József. Thank you.
kezdetektől tagja a zenekarnak, 2000 óta karmesterként is irányítja az együttest. A Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar karmestereként, amikor csak teheti, részt vesz az idősebb Vándor Rudolf fúvós zenekar munkájában is. Egyik legkedveltebb darabját játsza most a zenekar, dr. Kacsó Pongrácz János Vitéz nyitányát, Gömöri Balázs vezényli. Thank you.
soron következő zeneművet először a 2000-es évek elején mutatta be a zenekar. Változékony, hullámzó előadásmódja miatt gyorsan a közönség és a zenekari játékosok kedvenc darabjává vált. Alfred Bösendorfer Kis magyar rapszódiáját fogják hallani Cirok Zoltán vezényletében. Thank you.
Ismét régi barátokat, hajdani zenekarosokat köszöntünk köreinkben. A Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar katonazenészei elfoglaltságaik miatt már nem tudják vállalni a rendszeres munkát a hazai zenekarban, de örömmel fogadták el meghívásunkat a mai fellépésre. A Macskafogó című rajzfilm dalbetétét, a Lusta Dikket trombitán Magyar Norbert játssza, a karmester Kalmár Gergely. Pályafutásukat Kisteleken kezdték hangversenyünk soros főszereplői is. Kovács István alezredes szervezte újjá a katonazenekart Hódmezővásárhelyen, és hosszú éveken át irányította is azt nagy sikerrel. Dömösi Tamás pedig ennek a zenekarnak az ütőszólamát erősíti. Paul Enka My Way című sikerszámát Kovács István vezényli, énekel Dömösi Tamás.
I live the life that's full. I have reached and every highway. Koncert előadásában nem csak karmesterek és szólisták vesznek részt. Az előző évek zenekari tagjai közül többen már nem tudják vállalni a rendszeres próbákat, szerepléseket, de a mai napig kisegítői a zenekarnak. Most is vállalták a hangversenyen való közreműködést. Kálmán Csaba, Magyar Norbert, Lackó Andrea, Kalmár Gergely és Csontos Gábor. A következő műsorszám az Apáca Show című film népszerű betétdala, a címe I Will Follow Him. Thank you.
újabb énekes műsorszámmal folytatjuk a koncertet. Pignicki Dóra, a Csengelei fúvószenekar trombitása immár Budapesten tanul énekelni. Horváth Ágnes karmesterrel úgy döntöttek, olyan dalt szólaltatnak meg zenekari kísérettel, ami már szerepelt a zenekar repertoárján Gömöri Balázs vezényletével és trombita szólóval. Szomorú hír, hogy Horváth Ágnesnek ez a búcsú fellépése is, mert egy év elfoglaltsága miatt a jövőben nem tudja vállalni a zenekarban való tevékeny részvételt. Kozma József, magyar származású francia zeneszerző dala, a hulló falevelek csendül fel Pignicki Dóra tolmácsolásában, vezényel Horváth Ágnes. Thank you.
régi hagyomány köszönteni és egy-egy ajándéktárgyal megköszönni a 10-15-20-25 évet sorainkban töltő tagoknak a fúvós zenekari munkát. 2020-ban és 2021-ben öten érdemelték ki 10 éves kitartó munkájukért a jubileumi jutalmat. Kérem, vegyék át emléktárgyaikat Cirok Zoltántól, Molnár Dániel Péter, Kucsora István, Csang Zoltán, Horváth Kincső és Horváth Noémi. Büszkeségeink közé tartozik a zenekar ütőszólamában évekig tevékenykedő Muhel Zoltán. Jelenleg a Gipó Cirkusz együttes dobosa. Most a Varázslatos Dobok című darabban mutatja be bámulatos hangszerjátékát. Az előadásban közreműködik a Csengelei Ifjúsági Mazsorett csoport és a Visszaemlékezés jegyében Cirokné Krizsán Zsuzsanna koreográfiájára táncolnak a lányok. Thank you.
címét. Köszöntöttük a zenekarban 10 éve muzsikáló fúvósainkat, de van közöttük olyan is, aki már több éve játszik az együttesben. Lackó, Kitti és Cirok Zoltán 20 éve tagjai a zenekarnak. Lackó, Kitti betegsége miatt sajnos nem tud jelen lenni, így innen is jobbulást kívánunk neki, viszont akkor Cirok Zoltán megkérem, hogy vegye át az emléktárgyát Cirok Zoltántól. Novemberében kiérdemelték 30. évfordulós dalukat, de nem kaphatták meg, mert köszönetet mondani ennyi idő áldozatos munkájáért csak ünnepélyes keretek között lehet. Kérem Papp Orsolya Ágnest, Farkas Tamást és Gömöri Balást, vegyék át a türelemmel kivált emléktárgyaikat. Magas iskoláját bemutató alkotás betétdalai a What a Feeling és a Maniac. Giorgio Moroder zenéjéből Frank Berners készített fúvószenekari átiratot, és teljesen stílusosan vezényel Gömöri Balázs. Thank you.
Elnézést, a kis kavarodásért készültünk még egy műsorszámmal. Pakó Attila, régi zenekari tagunk játszotta volna a Bajor Polkát, sajnos erre nem kerülhetett sor rosszul léte miatt, úgyhogy innen is jobbulást kívánunk neki, és akkor ez helyett másik műsorszámot fogunk majd előadni. És a következő műsorszámban szintén szerepelni fog a Csengelei Ifjúsági Mazsoret csoport, éppen ezért szeretnék néhány szót róluk is mondani. Tehát Csengelén 1995-ben alakult Mazsoret csoport általános iskolás lányokból, Cirokné Krizsán Zsuzsanna vezetésével. Azóta már 4 csoportban folyik rendszeres munka, a legidősebb korosztály alkotja az ifjúsági csoportot, őket láthatjuk a mai napon. Középiskolás és felsőfokú tanulmányaikat végző lányokból áll a Csengelei Fúvószenekar állandó kísérői. Zenekari találkozókra, fesztiválokra közösen járnak, de külön is vállalnak fellépéseket. Műsorukon a hagyományos, tradicionális zenére készült koreográfiák mellett a közönség számára is egyre népszerűbb musical részletekre, valamint popslágerekre készített táncok is szerepelnek. Örömmel vették a meghívást az emlékhangversenyre, dinamikus és elhivatott munkával készülődtek a mai alkalomra. A csoport művészeti vezetője Csáki Klaudia. Europe együttes szinte egyetlen sikerszáma a Final Countdown. Erre a zenére fog most táncolni a Csengelei Ifjúsági Mazsoret csoport. A zenekar élén Cirok Zoltán.
mai koncert előtt beszélgettem Pap Jánossal és Jánosnéval. Elmondták nekem, hogy már nagyon régóta szeretnék támogatni az idősebb Vándor Rudolf fúvószenekart, és most ezt meg is tudják tenni a Flamon vállalkozáson keresztül, ezért szeretnének egy összeget átadni Cirok Zoltánnak. Köszönjük szépen! Michael Jackson azonos elnevezésű 1982-ben közreadott albumának egyik legnépszerűbb dala. A lemez azóta több mint 110 millió példányban kelt el, a John Higgins által hangszerelt fúvószenekari darab pedig nálunk is az elmúlt évek egyik legsikeresebb műsorszáma lett.
A mai hangverseny zárószáma előtt a zenekart szeretném megköszönni Névadó családjának, a Vándor és Benányi családoknak, hogy évek óta segítik a rendezvény megszervezését, és minden tekintetben támogatják az együttest. Fogadják köszönetünket Cirok Zoltán zenekarvezetőtől. És köszönet illeti Holota Lászlót is, aki rendszeresen jelen van az MDK hangversenyen, gondoskodik a hangtechnikáról és segíti a rendezvény lebonyolítását. Vándor Rudolf fúvós zenekar az emlékhangverseny végére Ábrahám Pál és Fricsai Rihárd 32-es Baka vagyok én című indulóját tűzte műsorára. Befejező részében dalra fakadnak a zenekar férfi tagjai, aki felismeri a közkedvelt nótát, bátran csatlakozzon. A zenekar muzsikája mellett újra a csengelei ifjúsági mazsolett táncában gyönyörködhet a közönség. Vezényel Cirok Zoltán.
Köszönetet mondunk a Csengelei Ifjúsági Mazsaret csoportnak, hogy elfogadták meghívásunkat, és színvonalas fellépéssel színesítették hangversenyünket. Kérem Csáki Klaudiát, a csoport művészeti vezetőjét, vegye át az emlékplakettet hálánk jeléül. A meghívott volt fúvós zenekari tagokat, vegyék át Cirok Zoltántól a 30. jubileumi emlékhangverseny keretein belül megrendezett volt zenekarosok találkozójára készített emléktárgyaikat. Kérem önöket, jöjjenek! Kérem, aki megkapta az emléktárgyát, maradjon itt egy pillanat felvétel erejéig. Szeretnénk egy fényképet készíteni önök. És aki már elment, az jöjjön vissza. Thank you.
felelősségünk, most fogadják sok szeretettel Müller József fehérvári indulóját a kibővített fúvószenekar előadásában, Cirok Zoltán vezéletében.
Nagyon köszönöm kedves közönségünknek a kitartó figyelmet, sok tapsot, és reméljük, hogy hamarosan fogunk találkozni egy újabb emlékkamp verseny kereteiben. Köszönjük szépen!